Hát az egész történetünk 2017-ben kezdődött, amikor elkezdtünk építkezni. Ugye ez azért függ össze ezzel az egésszel, mert 2018-ban, mikor már hűvös volt és kellett volna folytatnunk a belső felújításokat, akkor kellett valami kandallót szereznünk, olyat, ami automata, és ugye nem volt még bevezetve a gáz. Tehát ott kezdődött a pellet fogalma, ami igazából megismertem, ugye egy kandalló által, ami segítségével minél hamarabb be tudtuk fejezni a házunkat. És annyira rákattantam erre a pellet dologra, hogy kitaláltam, hogy pellet kandallókkal fogunk foglalkozni, mert ugye Magyarországon nem nagyon ismerik ezt a történetet, Olaszországban már elterjedt volt, csak ugye akkor mi nálunk nagyon jó volt a gáz, nagyon jó volt a villanyfűtés, meg ezek, de az hála Istennek most megfordult a dolog, mert most mindenki pellettel szeretne fűteni, ugye elszálltak az árak, de visszakanyarodva az elejére, elkezdtem a YouTube-on nézegetni pellet kandallókat, és hirtelen feladotta nekem a YouTube a pellet grillsütőt. És ez annyira besokkolt engem, hogy valójában olyan egyszerű sütési módszer ez a pellet, mert ugye abban az időben volt az, hogy mindenki faszénnel, kamadóval, offset smokerral, töltényszmokerral azzal bíbelődött, azzal sütögette a barbecue húsocskáit ilyen 10-12 órát, ami eléggé nehéz feladat. És ugye ezzel szemben ott a pellet grillsütő, ami valójában megnyomja a gombot és működik. Tehát tényleg nem arról szól, hogy ott állok, legyezem, meg begyújtom, meg kiveszem, berakom, hanem tényleg működik, lefekszem aludni, az konkrétan alszom, még sül a húsom. Tehát 2018-ban, amikor már fölépült a házunk, volt meleg, és közben kidobták ezt a pellet grillsütőt a YouTube, elkezdtem körben nézegetni, és akkor én még alkalmazottként dolgoztam egy cégnél, aki ugye robókkal foglalkoztunk, ugye én voltam az értékesítési vezetője Magyarországon, úgy 10 évig, és mondtam a páromnak, Edinának, hogy figyelj ide, szerintem ebből a pellettel lehetne foglalkoznunk, és írjunk egy levelet az amerikaiaknak, hogy mi lenne, ha vásárolnánk tőlük pellet grillsütőt, mert ugye utána nézegettem a piacon, és konkrétan Magyarországon még senki nem árulna. Tehát mindenki a kamadót árulta, meg ezeket a sütőket, de pellet grillsütőt senki. És akkor 2018 novemberében írtunk egy levelet a Pitbossnak, mert ugye az volt az első márkánk, amivel elkezdtünk foglalkozni, pontosan Dexternek Kanadába, meg Kanadába volt a Pitboss értékesítés, és írtunk neki, hogy sziasztok, itt vagyunk Magyarországról, Gabi, és szeretnénk pelletgrillt árulni. És ugye mázlink volt és válaszolt is, sőt utána fölhívtuk azt hiszem WeChat-en vagy Viberen, hogy szia Dexter, kik vagyunk, és hogy ezt szeretnénk csinálni, foglalkozni vele. És utána Dexter mondta, hogy jó van, vegyetek akkor egy adag grillsütőt, és beküldte nekünk Franciaországba. Na ott volt az érdekes dolog, mert akkor egy 2000-es kiadású Voyager-en volt egy tojás Voyager. Kimentünk Franciaországba a barátommal, aki mai napig velem dolgozik, és ő intézi a külföldi fuvarokat. Szóval megérkeztünk Franciaországba a France Pellethez egy Voyagerrel, egy kis utánfutóval, és ugye megjött egy férfi, akihez oda mentünk, hogy szia! Te vagy Laurence, mert ugye Laurencehez jöttünk, aki fogad minket, és akkor mondták, hogy nem én vagyok Laurence, mert ő Vincent. Csak ugye az volt a csavarban, hogy a Laurence az női név, tehát konkrétan egy palihoz mentünk oda, hogy ne arra, hogy te vagy Laurence, azt mondta, hogy nem, na mindegy, megkávéztatott minket, megmutatta a sütőket, és kérdezték, hogy mikor jön a kamion. És mondtuk, hogy magyar kamion, konkrétan ugye ebbe fogunk bepakolni. Na, ezek sokkot kaptak, de mindegy, ugye bepakoltuk, bepazőztük a sütőket, és annyira felpörögtünk, hogy beültünk 11 órakor Franciaországba, a kocsiba, és szó szerint alvás nélkül reggel 7-re bekanyarodtunk ide a 16. kerületen, a Jenőhalom utcába, a telephelyünkre. Hát annyira fel voltunk dobódva, hogy mondtam Edinának, mondom, figyelj ide, ígyunk egy pálinkát, és konkrétan bontsuk ki a sütőt, és gyorsan rakjuk össze, akkor ugye mi nem tudtam még akkor sem megfogni, ugye nem tudtam, hogy most ilyen nyiklőnyakló valami lesz, vagy egy ilyen komolyabb dolog. Hát hála Istennek komolyabb dolog, és akkor mondtam, hogy figyelj ide, azonnal Kft-t kell csinálnunk, és azonnal el kell kezdenünk ezt árulni. Ugye ez 2019. március 1-én volt. Hát megjöttünk 2019. március 1-én, kibontottuk, ugye hoztunk pelletet is, a Pitboss pelletet, akkor hoztunk Pitboss 820-ast, Pitboss 700-asat, 450-eset igen, meghoztunk még Louisiana 900-asat. Beindítottuk a sütőt, ugye nagyon megörültünk neki, működik, elkezdtünk vele sütni, főzni, csak ugye ott voltunk, hogy van egy olyan dolog a kezünkben, amit senki nem ismer, de pénzünk sincs. És akkor találtuk ki, ugye az akkori webesem, aki mai napig a barátom, ugye ő kezeli a oldalunkat, hogy
keressük föl a Szokit. Ugye Szoki konyhája, mindenki ismeri, akkor van 80 ezer feliratkozója volt, akkor a webáruházunk is nagyjából összeállt, és Szokival elkezdtünk együtt dolgozni, elkezdett sütni a sütőn, a 80-as PB-n, ilyen kis úgy nézett ki, mint a kisvonat, és ahogy meglátták az emberek a videóba, azonnal elkezdték lerendelni. Tehát konkrétan tényleg volt sikerélmény, utána kimentünk még kétszer Szilibe, és utána már ugye kamionnal hoztuk be. Az volt az érdekesség az egész, hogy amikor elkezdtük, csináltunk saját közösségi oldalt, saját ugye Viber csoportot, akkor ugye nagyon sok támadást kaptunk az elején, amikor még ugye mindenki másfajta féle sütővel sütött, ugye ezt meg ugye elnevezték tamponos sütőnek, meg csajos sütőnek, tehát úgy mindenfélét. Úgyhogy akkor történt a nagy változás, mikor ezek az amerikaiak elkezdtek versenyeket is pelledüstővel, ugye azzal indultak, akkor már a magyar közönség is elkezdett nyitottabbá válni erre az egészre, mert észrevették az amerikaiak is, mert nem csak Kamadóval vagy Offsettel, hanem pelledüstővel is versenyeznek és finom ételeket készítenek. Ugye mi ezt a pelledüstőt elvitték egy kicsit magyaros irányba, mert ugye ebbe cserépedényeket lehet belerakni, tepsiket lehet belerakni, tehát úgymond kemence helyett is lehet őket használni, sőt, mi kitaláltuk, hogy bográcsolni is lehet benne, tehát egy eléggé kompakt a kis szerkezet, és megkapjuk azt a füstös ízvilágot, amire ezt mondtam, hogy a gázvél kényelme és a faszén ízvilága, amit el lehet érni ezekkel a sütőkkel. Első körben a pitbossokkal kezdtük, de ugye én gondoltam arra, hogy ha mi valamit csinálunk, akkor csináljuk jól, és csak arra specializálódjunk rá, és mi a pellet grillekre álltunk rá, és ezért az összes pellet gyártóval úgymond leszerződtem, mert nekem, én azt szeretem, hogyha valamivel foglalkozik valaki, az ahhoz tényleg ért, és tényleg hozzá tud szólni a témához, össze tudom rakni, szét tudom szerelni, ha valami problémája van, meg tudom oldani. Ami ugye a mai kereskedelemből kihalt, ugye arról szól a kereskedelmi világ, hogy valaki összeszögöl egy webáruházat, valahonnan átszívja a termékeket, és hogyha lerendeli valaki, akkor majd 2-3 nap múlva megkapja, sőt még előleget is kérnek tőle, hogy leszállítsák utána, de viszont nem értenek hozzá. Tehát, hogyha valakinek valami baja van egy termékkel, az konkrétan nem tud hova fordulni, van egy apró betűs rész, azt ideges lesz, mert nem ér el senkit. Na most ezt így megfordítottuk, és mi az összes termékünket összeszereljük, leellenőrizzük itthon, kivisszük az ügyfélnek, és mindenkivel személyes kontaktban vagyunk. Ugye ez nagyobb munka, de sokkal emberbarátibb, ami a mai kereskedelemben úgy gondolom, hogy már kezd kihalni, mert ugye a mai multik megveszik, eladják, nem érdekli őket, tehát egy fűnyírót nem tudok venni úgy, hogy egy hét után vissza tudjam vinni, hogy valami problémám van. Ugye már egy jó pár márkával foglalkozunk, tehát kezdtük a Pitboss-szal, utána jött a GMG, utána jött a Traeger, utána jött a Pitboss-szal együtt a Louisiana, utána jött a Kemsév, utána jött a Yoder Smoker, tehát igazából elég sokféle fajta sütőnk van, és ugye meg szokták kérdezni, mert ugye vannak olcsóbbak, vannak drágábbak, ugye én erre azt szoktam mondani, hogy van a Dacia Duster és van a Mercedes. Mindegyiknek van 4 kereke, elektromos ablak benne, de mégis valahogy más. De viszont ha valakit érdekel, nagyon szívesen hívjon föl, vagy adja meg a számát, én fölhívom, és elbeszélgetek vele, és tudok tanácsot és segítséget nyújtani, hogy milyen sütőt vegyen, mire szeretné használni, hány fő szeretne megvendégelni vele. Most is itt vagyunk a bemutató termünkben, ahol tényleg a kiegészítőket és a sütőket is meg tudjátok nézni. Sőt, ugye a kiegészítőket mi elég jól felépítettük már, mert nem csak sütőink vannak, meg többféle pelletünk, hanem van már saját fűszermárkánk is, a Milestone, ugye, ami magyar fűszerekkel készül, és most már paradicsomsóval készítjük őket, tehát abszolút glutén, színezékmentes és jódmentes sóval készülnek, tehát abszolút egészséges a fűszerválogatásunk. Különböző csatornákon is elindultunk, a TikTokon a Bürgés Tomi, és a YouTube-on ugye Szoki konyhája. Illetve a TV2-n a Faltfelen is folyamatosan futunk. Hát itt szoktunk forgatni sütőfőző videókat, és ugye a videó elején mondom, felsoroltam a sütőket, csak ugye egyiket elfelejtettem, a Z-grillt, és talán ezt tudnám nektek bemutatni, mert ugye a sütők között is vannak kisebbek, nagyobbak, sőt, vannak különbségek az elektronikák között is, tehát a Z-grill, amiről azt kell tudni, hogy ez egy ilyen újabb fajta sütő már, az azt jelenti, hogy már szigetelt, wifi-s vezérlése van, nagy pellettartály, sokáig tudod magára hagyni a sütőt, két mag hőmérőt vezérel, vagy van a
nem wifi-s változata, ez az inox, ami valójában egy egyszerű sütő, de ezzel is tökéletesen tudunk barbecue-zni. A sütők bemutatását órákig tudnám folytatni, de jobban jártok, hogyha fölmentek az okosgrill.hu-ra, vagy letöltötek az applikációnkat iOS-ről vagy Androidra is. Záró mondatként annyit szeretnék mondani, hogy ki érdeklődik a grillezés, barbecue-zás iránt, tehát szeretne sütni, főzni kompromisszumok nélkül, az keressen föl engem, hívjon fel a weboldalunkon, megtalálható a számom, és készségesen segítek mindenben.